Mindig úgy kezdjük, hogy ezeket az óriási életpályákat milyen tényezők indították útra. Tehát mi az, ami valahogy a családi környezetből már gyermekkorban megmutatkozott, hogy ebből előfordulhat, hogy az a pálya, az az életpálya következik, ami aztán később következett. Vásári Tamás esetében nem feltétlenül volt az predesztinálva, hogy zongoraművészi vagy egyáltalán művészi pálya következik, mert a szülők is nagyon különleges életpályát tudhatnak magukénak, sőt, nagyapai vonatkozások is nagyon erőteljesek, és a magyar 20. századi történelmnek jeles személyiségei találhatók meg a nagyapai vonalon is. Tamás, arra kérünk nagy szeretettel, hogy egy kicsikét a családi háttérről és a szülői motivációról mesélj nekünk, hogy volt-e ebben a művészetre való hajlandóság? Hát nagyon aktuális ez a kérdés a részedről. Rögtön a végével kezdem a választ, hogy most vasárnap este 8 órakor a TV5 meg lehet nézni ezt a kis adást, ami... Ez M5 kulturális csatorna. Igen. És most az az érdekessége annak a szériának, amit elindítottak, hogy egy tárgyról kell beszélni a meghívott vendégnek. És, ja, igen. Ja, ez így jó. Igen. Tehát aki eddig nem hallotta, akkor annak már nem mondom el. Szóval, tehát az lesz itt most, hogy engem felkértek, hogy válasszak egy tárgyat az életemben, amelyről tudok beszélni. Most pont költözködés idejében élek, és sehol nem találok semmit se, és tárgyat, semmit nem találtam, mint emlékalbum, akármit. És hát kétszerűségemben arra gondoltam, hogy hát ez az, amit említettél az előbb, a Szent István rendnek a kitüntetéseit, és hát ez valóban nekem egy kedves alkalom volt, amikor megkaptam a megtiszteltetést is, mert ez a tényleg a legnagyobb kitüntetés, amit lehet Magyarországon kapni, és egyébként soha nem mondják be, most te voltál az első, aki ezt bemondta, mindig jönnek a Kossuth díja, meg az egyedeket, de ezt nem mondják el, hogy ilyen díjam van. Úgyhogy pedig hát ezért kellett ilyen hosszú ideig élnem, hogy ezt megérjen. És most még kénytelen leszek egy darabig, mert azt meg viszont a könyvem miatt, amit szintén említettél, és már mindent elkiabáltál róla, úgyhogy addig tudok itt valamit újdonságban. De lesz lényeg az, hogy ennek a érdekessége ennek az adásnak, nézzék akkor meg este 8 órakor, én már nem fogom megnézni, mert már Spanyolországban leszek akkor, de mindenképpen annak az az érdekessége, hogy azért nagyapám Baltazár Dezső református püspök volt, és hát én gyerek, 3 éves voltam, amikor ő meghalt, de nagyon jól emlékszem rá, mert egy nagyon karizmatikus, nagy egyéniség volt, és még mindig van, hogy álmodok vele, de ilyen arányban, hogy én ilyen kicsi vagyok, és ő van a nagy. És különben is nagy ember volt, de nem ennyivel nagyobb az életemben. És hát ugye én gyerekkoromban kitüntetés mániákus voltam, mégpedig rettenetesen tetszettek nekem ezek a katonai kitüntetések, úgyhogy amikor, nem tudom, 5-6 éves koromban mentem az utcán Debrecenbe, jött velem szembe egy ezredes, nem is beszélve tábornokról, az olyan sokat nem fordult elő, de azért az is volt, és akkor megállítottam és megnézegettem a kitüntetéseket, papírból kivágtam a Horthy Miklósnak azon gyönyörű kitüntetéseit, és hát mondom, még vettem is, lehetett venni kitüntetést. Volt ott Debrecenben a nagy templommal szemben egy üzlet, és ott még kitüntetés is lehetett venni. Na, én most megpróbálok rövidre fogni a beszédemet, mert úgy fogok járni, mint a Bogyai Katival, Bogyai Katalin, aki tudják, államtitkár volt, meg mindennek az nagykör, de most az elnöke az ENSZ-nek, mindegy, ott a New Yorkban.
és hát ő volt a Magyar Intézetnek a megalapítója, és az egyik első tevékenysége az volt, hogy így meghívott vendégeket így beszélgetésre. És hát ez még Londonban volt? Tessék? Ez még Londonban. Londonban. És hát az én voltam megtiszteltetve, én voltam az első, akit így meghívott televízió, vette a beszélgetést, és hát a Kati feltesz nekem egy kérdést. Hát akkor találkoztunk még csak először, és hát én úgy elkezdtem válaszolgatni, és körülbelül 50 perc múlva a Kati feláll, azt mondja, hát én akkor el is megyek. Mondom, miért? Hát itt rám semmi szükség nincs. És akkor elszégyeltem magam, és utána aztán együtt vacsoráztunk, őt csinált, rántottát, azóta rendbe is lettünk. Szóval most nem akarom ugyanezt eljátszani veled, pedig azt csinálom, látom. Tehát akkor az inspiráció legfontosabb szegmense az a 3 éves korban elhunyt református püspök nagyapa és az ő kitüntetései, és az a tárgy, ami most összeköt ő vele, a Szent István rend. Milyen jól emlékszik, pedig nem is régen mondtam neki ezt a szót. Na, és akkor eszembe jutott, amikor felkértek, hogy hát én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban a nagymamámhoz, a Baltazár Dezső püspök feleségéhez, amikor elmentem látogató, akkor mindig megnéztem ezeket a kitüntetéseket. Aztán jöttek az oroszok, elvitték a kitüntetéseket, és még minden más, meg karóra, nem? És utána, hát én tudtam, hogy van egy festmény a családban, ahol ezek a kitüntetések rajta vannak nagyapán. És hát ezt úgy megemlítettem a szerkesztőnek, aki utána nézett, néhány óra múlva jött a hírrel, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Mégpedig, nagyon komplikált sztori, megpróbálom röviden elmondani, hogy a Mária Terézia alapított rendet, Szent István rendet, ami a legmagasabb kitüntetés volt akkor is, de ezt csak király adhatta át, vagy császár. Akárkinek, ugye, csak császár lehetett. Na most Horthy Miklós is kapott ilyen kitüntetést, de ő nem adhatta ezt ki senkinek, mert ő csak kormányzó volt, szegény. És hát akkor viszont ez futott, ez egészet, ez 1938-ig. Most az én nagyapám megkapta ezt a kitüntetést, de mivel nem lehetett, nem hívhatták Szent István rendnek, átkeresztelték a magyar érdemrendnek, a legmagasabb fokozatának. És az közben ugyanazok a kitüntetések voltak, de mégis más lett a neve. Na most a nagyapám 36-ban halt meg, én akkor 3 éves voltam, de nagyon jól emlékszem rá még mind a mai napig is. És akkor 38-ban újra visszakapta a nevét, a kitüntetés, egészen addig, ameddig hát ugye jött a szocializmus Magyarországon, amikor hát ezt eltörölték, és újra pedig most nem régen, azt hiszem 5 év vagy 6 évvel ezelőtt megint kiadták, és ezt évente csak két egyén kapja meg, most Erdő Péter meg én kaptam meg. És azért is, mert ő is Tamás, úgyhogy... Nem, ez egy kicsit úgy hangzott, de tulajdonképpen nem tudom, tudják ezt a találós kérdést, hogy mi a különbség Mikulás bácsi és Napóleon közt. Hát semmi, mind a kettőnek szakálla van, kivéve Napóleon. Na, ennyit a családi motiváció kezdeteiről, tehát a 3 éves korban meghatározó inspirációkat nyerhetünk ezek szerint. Dóczi Tamás professzor úrtól azt szeretném megint megérdeklődni, hogy egy kicsikét mesélj arról, mindenféle interjútban nagyon erőteljesen említést teszel édesanyádról, aki iránti kötődésed nagyon erőteljes, és ő egy fantasztikus 4 szakot végzett tanárként tanított, és aztán 100 éves koráig dolgozott. Egyébként egészen különleges életpálya, és egyébként valóban ő indított el kettőtöket fivéreddel együtt az orvosi, illetve a geológusi pályára. De mégis
otthon gyermekként neked azokban az években, 49-es születés, vagy bocsánat, de hogy behatároljuk, hogy körülbelül mikor is voltál gyermek, mik voltak a legfontosabb tapadások, kapcsolódások az adott korhoz, illetve az ő nagyszülői generációjukhoz, hiszen nálad aztán nagyon szertágazó gyökerek vannak, Erdély, Kárpátalja, sokszínű a gyökér, svábok és anyaországi magyarok, parancsolj. Hát igazából az orvosi pályáról... Te is rosszul tartod. Igen, igen. Köszönöm. Az orvosi pályára tulajdonképpen a szüleim tereltek. Édesapám közel 4 évig volt orosz hadifogságban, édesanyám angol hadifogságban volt, és édesanyám azt figyelte meg, hogy az angol hadifogságban megjelentek az amerikaiak azonnal a második nap, és vitték az orvos és a geológus végzettségűeket. Azokat azonnal vitték Amerikába, akik angol fogságba estek. És ezért úgy döntött anyám, hogy ki tudja, mi lesz a jövő. Ez a két pálya, ez egy biztos pálya. A bátyámat szerette volna orvosnak, ő ebből meglógott. Én voltam az engedelmesebb, és akkor így keveredtem igazából az orvosi pályára. De igazából azt hiszem, hogy már annak biztos vannak orvosok. Általában én azt gondolom, orvosnak az megy, akiben olyan rendkívül, semmiben nincs kiugró tehetség. Általában jól tanul a gimnáziumban, és akkor, hát akkor orvos lesz, mert oda fölvételt tud nyerni. És akkor zseniális orvos lesz. Hát szorgalmas, inkább úgy nevezném, és nagy zenebarát. Én egyébként annyit szabadjon megjegyeznem, hogy hát egy fantasztikus élmény volt, amikor ezt az interjúra, illetve a beszélgetésre a fölkérést megkaptam, hogy Vásári Tamás mellett ülhetek. Ugyanis nagyon szerencsésen 78-79-ben Angliában dolgoztam, Londonban, clinical regisztrárként egy fantasztikus, tulajdonképpen a világ egyik legjobb kórházában. A Szegedi Orvostani Egyetem hallgatójaként egy évi rezidensi tanulmányokra voltam. Tulajdonképpen rezidens voltam, és akkor még nem volt Európai Unió. Ez azt jelentette, hogy korlátlanul lehetett dolgozni. Tehát minden másnap ügyeltem, tehát ez azt jelentette, hogy egy évben 156 ügyelet volt. És az egyik, ugye a neurológusokkal nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és volt egy barátom, akivel nagyon jó barátságba kerültem, egy Velszi származású, egy John Spillane, aki korábban, mielőtt orvos lett volna, a British Youth Orchestra-nak volt a francia kürtöse. És rengeteg, ezt nagyon sokáig vitte a karrierjébe, aztán mégis átváltott orvosnak. És hát nagyon jó barátságban voltunk, és rengeteg fúvost ismert a négy nagy londoni zenekarba. És hát így rengeteget jártunk, és amikor ugye kiderült, hogy én magyar vagyok, akkor rögtön azt mondták, hogy Tamás Vásári, hát a zseniális zongorista. Ugye, ha jól tudom, akkor a Northern Szimfóniának voltál a vezető, művészeti vezetője, első karmestere. Tehát Vásári Tamás akkor egy olyan ikon volt. Tehát az ember magyarként ugye kikeveredett, úgy becéztek, mert kommunista országból jött, bizonytalan fazon. De hát magyar, Vásári Tamás. Úgyhogy... Óriási. Töröcsik Mari is egyébként egy szűkkörű beszélgetésünk alkalmával azt mondta, hogy neki akkora élmény volt, amikor a 60-as évek végén, 70-es évben kimentek Londonba az akkori férjével, és azt mondja, sétáltak ott valamelyik központi városrészben, és egyszer csak egy ilyen 20 emeletes háznak az teljes oldalfalát betöltő Vásári Tamás poszter. Bocsánat, találtak maguk előtt, és büszke magyarok voltak Londonban. És ugyanakkor azt is mondták, tehát ez a barátom, a John, nagyon jó zenét egyébként megtartotta, tehát gyakorolt sokat, azt mondta, hogy ha Lisztet akarsz hallgatni, akkor Vásári lemezt vegyél. Ezt annyira jól tudta az illető orvos, hogy Vásári Tamásnak az első nemzetközi nagy versenygyőzelme az az 1930-as években alapított világhírű, 5 évente megrendezésre kerülő Liszt-Ferenc zongoraversenynek az első helyezése, amit kapaszkodjunk meg a székünkben, 14 évesen. Az semmi, de amikor csoda gyerekként kezdtem, és nem szólod, jó? Jó a mikrofon? Jó.
És akkor így volt a plakátok, hogy Vásári Tamás, 8 éves Vásári Tamás csoda gyerek hangversenye, Aranybika dísztermében, Debrecenben, és akkor édesapám mondta, hogy azt is oda kell tudni, hogy 8 éves, és már is városunk szülötte. Na de hogy már én is hozzájáruljak a fényezésemhez, én is elmondok egy történetet. Mégpedig én hát a Gellért hegy tövében lakom Budapesten, és minden nap elmegyek legalább egyszer a Citadellára, mert jól esik, és a napközben tanulok, tehát sétálva tanulok, úgy, mint a nagyapám tanulta a beszédeit sétálva, aztán Kodály Zoltán, a tanárom, nagymesterem, ő is sétálva tanult, olvasott, úgyhogy ezt én kultiválom. Elmondhatjuk, hogy idén 60 éve jogázol? Igen, igen. Igen. És... Hát ezt tapsolhatják is, mert tényleg ez egy... Na de hát azt olvastam, hogy amikor utazol, akkor nem jogázol, hát ez borzasztó. Na de nem engeded meg, hogy elmondjam, hogy fényezzem magam. Tehát ide a Citadellán. Ahogy sétálok a Citadellán, mindig találkozok egy hölgyel, nem mindig, de nagyon sokszor egy hölgyel, aki ugyanaz. Van egy kosár a kezébe, abban egy lemezjátszó és valami klasszikus zene megy, és hát eteti a madarakat. És itt összetalálkozik, egy nap azt mondja nekem, nem is olyan régen, amikor kijött a negyedik könyvem, a negyedik kötete az életregényemnek, és annak a tetején van egy kép rólam, egy fotó, ami körülbelül 25 éves lehetem, és azt mondja, na, nem vettem meg a könyvét, mert túl drága, de láttam azt a képét, azt mondja, hogy mivé lesz az ember? Dóczi Tamás nyilván tudna beszélni erről, hogy mivé lesz az ember a műtőasztalon például, de még ne szaladjunk ennyire előre. Nálad nagyon különlegesnek tartom az édesanyai kötődés és örökség mellett azt, hogy az édesapád pedig Pécset végzett jogász emberként, a hadifogság után hazatérve kétkezi munkából tartotta fenn a családot, és hogy hát ez az 50-es években bizony nagyon nagy hátravetést okozott, olyannyira, hogy a doktorátusa miatt a stahanovista rendet sem érdemelhette ki. Hát elvileg megkapta, de el volt dugva, tehát nem lett nyilvános. Ez mit jelentett utána? Tehát ez nem okozott problémát egyébként az egyetemi felvételinél, hogy ő egy kicsikét így kilógott a korabeli társadalomból? Hát jogászként igazán... útkaparó. Hát igen, végül is ő, amikor hazajött, ugye az új jogrendben nem akart azzal együttműködni, és akkor igazából elkezdte útépítőnként, aszfaltozó szakmunkás lett, és akkor utána ott szépen fölveregette magát, úgyhogy a végére még volt egy kvázi szabadalma is egy útépítési alap technológiának a leírása. Hát igazából arra mutatott példát, hogy teljesen mindegy, hogy mit ad a sors, azon belül iparkodni kell megoldani, a legjobbat kihozni. Tehát ilyen szempontból rendkívül kemény volt. Viszont példaértékű lehetett a kitartásában, és azt hiszem, hogy ez a borzasztó korszakot, ha picit visszaidézzük, az ők voltak a csendes hősök, talán ezt szabad mondanunk, hiszen éppen ma van 59 esztendeje, hogy Mansfeld Pétert azért csak halálra ítélte, megvárva a 18. életévét 59-ben egy jogász végzettségű ember Magyarországon. Hiába a Kádár János diktálta neki, de találtak rá egy bírót, aki ezt megtette. Akkor ilyen korszakot éltünk, és voltak azok a csendes hősök, akik erre nem voltak hajlandó. Kizökkenve, igen, Vásári Tamásnak van egy kapcsolódó története. Tehát a politikai élethez fűződik az én koncertem, amikor is elutaztam az illető városba, ott voltam a koncert reggelén, vagy délelőttén, és a koncert nem történt meg. És ezt a várost úgy hívják, hogy Pécs. És miért nem történt meg? Mert Sztalin elvtárs akkor halt meg. És most az 53. Igen. És ezért nem lett koncert. És akkor most az autóban, hogy jöttem a kedves kísérőmnek, elmeséltem ezt a történetet, hogy akkor, amikor meghalt Sztalin elvtárs, akkor TSC-ben volt egy nagy ülés, és hát a TSC elnök bejelentette a szomorú hírt, és mondta, hogy eltársak,
mai nap folyamán Sztálin eltárs elhullott. Tessék, parancsolj! Ez azért egy érdekes sztorit hozzá lehet tenni. Nagyon nehezen elérhető van, a Sosztákovicsról van egy jó könyv, ami nem nagyon lehet megkapni. Most ebben szerepel az, hogy a Sztálin ugyanakkor nagyon szerette a zenét, és a Pravdában névtelenül írt zenekritikákat. Például a Sosztákovics premierekről írt kritikákat. Érdekes, érdekes. Akkor most mondd meg nekem, hogy mit jelent az idegsebésznek lenni. Hogy tudsz egy ideget operálni? Mi az, hogy ideg? Ezt lehet így látni, vagy kiopulni? Látod, én nagyon tájékozott vagyok az orvosi idegben, ez ezt én sem tudom. Igen, ezt mindig laikusként közelítjük, hát, hogy bocsáss meg, de próbáld meg ezt tényleg úgy körülírni, hogy megértsük. Hát az idegsebészet, ugye az ideg, az tulajdonképpen az agyunk és a gerincvelőnk és a perifériás, tehát az idegpályáink is ugye idegekből épülnek föl. Most hát az agyunk általában legalább másfél kilós, tehát egy másfél kilós dolgot már lehet operálni. Értem. Hiszen ha a gyereksebészek egy 1000 grammos gyermeket megmernek operálni, akkor egy másfél kilós, vagy igen, egy 1500 grammos agy az már semmi ahhoz képest. A te esetedben, ugye az iskolai inspirációban, nyilván a Szegedi Orvostudományi Egyetemen is megvoltak a nagyon fontos útraindító tanárok, de mégiscsak, ahogyan olvastam, a Radnóti Gimnáziumban neked egészen különleges tanár egyéniségek indították el az utad, és nagyon szeretettel emlékeztél arra a közösségre, ahova aztán persze későbbiekben mindenféle találkozókra visszajártatok, és ezeket a tanáregyéniségeket akkor már az időtáblatából mindig kiemeltétek. Hát igen, nagyon, hát nagyon jó gimnáziumban jártam. Egyébként is az a véleményem, hogy tulajdonképpen a gimnáziumi időszak az, ami a legmeghatározóbb. Tehát az a 14-18 éves kor, az a perdöntő. Tehát, hogyha jó tanárokkal találkozik az ember, abból lesz valaki. Tehát azt hiszem, hogy a világ legfontosabb munkaköre a gimnáziumi tanárság. És nagyon szerencsés, nagyon érdekes módon, hát a fizika tanárnőm volt az, aki egy rendkívüli személyiség volt. És hát... Ki volt? Egy Maláj Györgyné, az volt az érdekes, hogy egy nagyon lenyomott személyiség volt, mert a férje volt a görögkeleti pap Szegeden, és hát ugye ugye a 60-as években ez azért nem volt előny egy ilyen férj, mondjuk egy gimnáziumban. És a fizika, bocsáss, ami egy pillanatra csak eszembe, Szendi Árpád, így hívták a tanárt, az én tanár, Rökül Manci nénének a tanára, Szendi Árpád, és ő disznövendég, mert nem jutott eszembe a nevem, most lesz elő. A dédunokaság. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a fizikában gyönyörködtető tantárgyat fedeztél fel a gimnáziumban, és utána nyilván a biológia és a kémia az orvosi egyetemen elsődleges szükségletedé vált, hogy alakult az, hogy az orvosi stúdiumok mellett azzal párhuzamosan vendéghallgatóként matematikát tanultam. Még visszatérve erre a fizikára, tulajdonképpen, ha igazából egy jó középiskolai tanár, és ilyen volt az én tanárnőm, az igazából teljesen mindegy, hogy mit tanít, valahol a probléma megoldásnak a rendszerét kell, hogy megtanítsa. Mondjuk persze a fizika erre nagyon előnyös, de ez bármelyik tantárgyban meg lehet tenni. Tehát igazából egy rendkívül logikusan gondolkodó és a probléma megoldásra koncentrált. Aztán nagyon gerjesztette, tehát nem is rossz osztályba jártam, tehát nyilván volt 7-8 olyan gyerek, akik egy kicsit versenyeztünk is nyilván probléma példamegoldásba. És aztán a családi környezet nagyon megszabta ezt, mert a édesanyáméknak nagyon szellemileg erős baráti köre volt. Édesanyámnak nagyon jó barátnője volt a Straub Brunónak a nővére, meg a édesapámék nagyon jóban voltak, egy híres matematikus család, a Szőkefalvi Nagy Vilával, akinek az egyik lánya, a legnagyobbik lánya az egyébként operaénekesnő, a Szőkefalvi Nagy Kati.
És az egy olyan... De neki is van matematikus végzettsége is. Igen, igen. Tehát pont a Szőkefalvi ott 6 gyerek volt, és nagyon jóba voltunk, és ott az volt a szokása a Szőkefalvi családban, hogy az apjuk iránti tiszteletből mindenki elvégezte mellékesen a matematikát. Például a Szőkefalvi Kati is, aki operaénekes. És... Nagyon kompatibilisnek. Igen, igen. És valahogy ez ugye a levegőben volt, hogy tehát ugye az ember egy kicsit azt akartam igazolni magamnak is, hogy nem csak egy tanulós, magolós, tehát egy buta orvos vagyok, hanem képes vagyok egy példát is megoldani. Tehát ezzel volt egyfajta ilyen ambíció. Aztán nyilván kettőt párhuzamosan nem lehetett egy idő után tovább művelni, mert akkor nagyon szigorú volt még az én időmben, még katalógusok voltak, és minden órára el kellett menni. Akkor két egyetem volt Szegeden, ugye az orvos egyetemire jártam, és csak úgy engedett el a dékán, hogy egy csomó tantárgynál az első sorba kellett ülnöm és jelentkezni, hogy itt vagyok. Például a közegészségtanból. Csak így engedtek át a másik egyetemre. És hát nyilván volt, emlékszem, volt egy olyan hét, azt hiszem 56 óra volt beosztva. Hát nyilván ezt nem lehet teljesíteni. Aztán végül is abba hagytam. Mindent el is felejtettem abból természetesen. Hát rá nem lehet azt mondani, hogy mivé lesz az ember, mert olyan jóképű vagy és fiatal, hogy és amelyet írtózatosan szerény, és igazán szerény. Tehát tudod, én is úgy voltam, én tökéletes lettem volna. Egyetlen hiányosságom volt, hogy nem voltam szerény, de most már ez is megvan. Jó, de... Szóval azért nekem sokkal egyszerűbb itt most szerénynek lenni, mert mondjuk Vásári Tamás mellett ülni a pódiumon, az már eleve nagyon kemény szerénységre int. Viszont még Dóczi Tamásnál maradva, hogyha arra rá szabad kérdezni, hogy azért az nem volt egy általános helyzet akkoriban, hogy a Szegedi Egyetem úgy indított benneteket útatokra, amit már érintettünk egy szó erejéig, hogy 78-ban lehetőséged nyílt arra, hogy tényleg kimenjél világot látni. És Angliába mentél, miközben a családindítatásból, illetve édesanyád útraindításából te egyébként birtokoltad a német nyelvet is anyanyelvi szinten, és az angolt is. Nem anyanyelvi szinten. Nem. De hogy mégis az angol nyelvterületet választottad a szakmai jártasság előnyei miatt? Hát a németet azt a... Arra volt egy családi nyomás, mert édesanyámék, apai, tehát a anyai nagyapám azok nagybecskerik és strauszok, tehát svábok, és nyilván volt édesanyám már kis alsó általános koromban rákényszerített, hogy reggel hétre jártunk német órára. De aztán valahogy ezt úgy felszedte az ember, és aztán amikor egyetemista lettem, akkor pont, hogy rendesen begyakoroljam, akkor mindig nyáron Németországba, NDK-ba, ugye oda lehetett menni, oda mentem mindig éjszakai műtős fiúnak. Dresda? Nem Dresdába, hanem Halléba, ez a Martin Luther Univerzitét, Halle-Wittenberg, az egy nagyon-nagyon nívós, egy kiváló hely volt, rengeteg mindent meg lehetett tanulni, ugye egész éjjel dolgozott az ember, napközben meg inkább aludt, mert nyilván túl kellett élni. De hát az angol az igazából egy nagyon szerencsés alapon jött össze, mert fiatal koromban eveztem, illetve kajakoztam, és volt egy, ahova kijutottam Angliába, Londonba, egy kiváló főnököm volt ott, aki egy nagyon művelt valaki volt, és nagyon sok történelmi olvasmányt folytatott, és valahogy a bédekerébe kiszúrta, hogy Szegeden az Alsóvárosi templomba, ami tulajdonképpen a ferenceseké most az a templom, ott olyan keresztkönyvek vannak, még eredeti keresztkönyveket lehet látni, ahol ugye a török időkből török apa, magyar anya, és ezeket gyönyörűen lehet látni. Ez volt a magyar kongresszus. Az idegsebészek eleve nagyon az előző generáció, tehát a tanáraink rendkívül európai emberek voltak. A magyar kongresszusoknak a nyelve már akkor angol volt. Tehát mi a rendszer, az idegsebészek a rendszerváltást 30 éve hamarabb, vagy 40 éve hamarabb megcsinálták. Tehát rákényszerítették a generációnkat, hogy angolul kommunikáljunk, tudjunk előadni, tudjunk olvasni. Na és így egy ilyen kongresszus kapcsán a Balatonfüreden volt a kongresszus, és akkor ez a Lindsay Simon, angol londoni professzor, egyébként skót volt, eljött Szegedre, a hétvégét
mindig valahol Magyarország valamelyik részét megnézte, és el akart jönni megnézni ezt a keresztkönyvet. Mert az benne volt, ezt látni akarta. És a főnököm, aki pesti volt, nem volt ott a hétvégén, rám bízta, hogy hát figyelj, én nem maradok itt emiatt az angol pacák miatt, gájdoljad itt. És akkor tényleg meg is mutattuk neki minden, de hát ugye Szeged egy olyan város, hogy hát ott három nap után mit lehet még mutatni, mikor mindent láttunk. És emlékszem, hogy azt hiszem egy ilyen vasárnap este utaztak volna csak el, és akkor hát megkérdez, na és most mit csinálnál délután? Hát mondom, eveznék egyet, eveznél. Tehát azt mondja, 15 éve nem eveztem, azt mondja, elmehetnék veled? Hát persze, hát abszolút, jött a felesége, ő volt a kormányos, és akkor hát nagyon jól evezett, és akkor hát lehetett akkor kb. Olyan 50-51 éves, és akkor láttam, hogy jó, nagyon jó technikával evezett, és hogy egyre rendesebben elkezdtem húzni, fölmentünk az Algyői hídig meg vissza, az egy olyan 20-valahány kilométer, egy mukkot nem szólt, végig kőkeményen végigjött, és hát a végén spontán kitört belőlem, hogy hát mondom, professzor úr, nem akarom elni, hogy 15 éve nem edzett, hát fantasztikusan jött. Kipattant a hajóból, oda ment a feleséghez, aki ugye a kormányos ott, látod, Poli, micsoda pacák vagyok. És amikor raktuk el a hajót, azt mondta, te figyelj, hát nem vagy még szakorvos, ha meg lesz a szakvizsgád, vagy akörül vagy, úgy látja a főnököt, hogy már érdemes kimenni, írj egy levelet, gyere hozzánk dolgozni. És hát ez akkor még nem volt Európai Unió, hát ez egy fantasztikus lehetőség volt, mert ugye a diplomahonosítás nem volt egyszerű akkor. És igazából ő a General Medical Council-nál garanciát vállalt, tehát úgy kaptam egy license-et, hogy operálhatni lehetett, hogy ő személyes garanciát vállalt. Ugye a mai rendszerben ez már nem, most már ugye kompatibilisek a diplomáink. És persze ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, ez nyilván kellett a feleségem és a családom, akik ezt mind tolerálták. Vásárhelyi Tamás életpályájának következő szakaszában ki kell emelnünk azt az időszakot, amikor 20 évesen tehát lediplomázott, és azonnal úgy döntött a Zeneakadémia vezetése, hogy miközben ő készült a nemzetközi koncertező karrierre, mint zongoraművész, aközben azt mondták, hogy Vásárit itt kell tartani tanárnak a Zeneakadémián, és azonnal beosztották Kodály Zoltán mellé tanársegédnek. Hát itt az ember nagy levegőt vesz, hogy hűha, ha valaki Kodály tanársegéde lehetett, ott vajon milyen történetek születtek. Én abban a fantasztikus helyzetben vagyok, hogy ezeket a történeteket jól ismerem, mert hogy még valamit nem mondtam el a felkonferálásról, Vásárhelyi Tamásról, meg Dóczy Tamásról sem, de Vásárhelyi Tamás az a másik élő legenda, akinek a körúton a szintén legendás helyszín, ugye a New York kávézó, kávéház, ott az asztalok el vannak nevezve korábbi nemzeti nagyjainkról és nemzetközi nagyokról. És kérem szépen, van egy élő asztal tulajdonos, ez pedig Vásárhelyi Tamás, és annál az asztalnál óriási történeteket. Péter. Igen, már több alkalommal nagyon megtisztelő számomra, hogy ott hosszú nagy beszélgetéseket tartottunk, és ott Kodályról nagy sztorik. De semmi, de én a zongoráztam. Egyszer rábírtam, hogy zongorázom, és csak nekem zongorázott. Kiváló pesgőket ittunk. Igen, a és akkor ott a lent ültek, ez a zongora fent van az emeleten, és a koreaiaknak mindenkinek mutattuk, hogy itt egy világszál, ez egy világszál. Bizony, és az egyik... Jöttek és elkezdték fényképezni és videózni, és utána mindenki meghajolt, autogramot kért, úgyhogy úgy bemelegedett a közönség. Eddig, amit elmondtál, de én még hozzáteszem azt, hogy az egyik kínai lányzó feljött, és megkérdezte, hogy ki ez a pari, aki itt játszik. Erre azt mondja, hát Tamás Vászári, mert angolul beszélt az illető kínai hölgy, az még él? Mert az asztalát látta ez a hölgy több este is a New Yorkban, és nem hitt a szemének. Na hát szóval most erről nem neden akarok beszélni, mert akkor reggel hány óra lenne, hogyha körülbelül valamit elmondtam volna vele kapcsolatban. De hihetetlen módon felkészült, mint a minden alkalom, amikor kinyitja a száját, fantasztikus tudás van mögötte.
te is lehetsz szerint most már ezek után. És, de most helyesbítenem kell. Tehát nem az volt, hogy a Zeneakadémia tanszéke elhatározta, hogy... Szolfés tanszék. Szolfés tanszék. Egy személybe Kodály Zoltán döntött így, és hát ugye én mindig stréber voltam egész életemben, tehát amikor én tőle népzenét tanultam, akkor is mindig nagyon felkészültem, mert halál veszedelmes ember volt. Mindig tudta azt, hogy 8. érzékel, hogy mi az, amit, akivel beszél, mi az, amit az illetőnek tudni kellene, és nem tud. És akkor ő arra rákérdezett. Tehát tényleg, de halál veszedele volt. És már mindenkit zsebre tett abban a pillanatban, hogy bármit, őt megpróbálták megfogni. Ki az, aki a közönség soraiból nem ismeri a Kodálynak és a Rákosi Mátyásnak a sztoriát? Na. És írt Gyuláért még. Na, hát akkor elmondom, ez a leglegendásabb sztori Kodállyal, illetve anekdóta, hogy az 1955-ben megírta a Zrínyi Szózata című nagyszabású kórus művét, a Zrínyinek a török áfiumról írt eposzából, és hát ez evidensen nem törökökről szól, török hódoltságról, hanem a szovjet hódoltságról, és hát ugye borzalmas nagy problémát okozott, ismered a sztorit biztos, úgy látom, igen, nem. Én olvastam. Szóval, hát most mi legyen, mondani, a párt nem tudta, hogy mit csinálja, egy nagyszabású új kodálmélet nem lehet nem bemutatni. Ha meg viszont bemutatják, hát ez tele volt, mert evidens volt, hogy ez a szovjetek ellen van, ne bánts a magyart röfrénnel, vagy államban. És hát én akkor abban a kiváltságos helyzetben voltam, hogy én jelen lehettem, ahogy ő ezt írta, ezt a darabot. Ennek a felesége Emma asszony a kórházban volt, a Kuti kórházban, és hát Kodály kiköltözött oda, és megosztotta vele a kórtermet, ott lakott vele, és hát ott írta a művét, és én pedig meglátogattam, akkor rendszeresen látogattam őket, és mondta is Kodály, amikor a padlón, az ágyon, minden, a bútorokon kották, kottapapírok, és a könyvre, a Zrínyi könyvnek a lapjai, és akkor mondta, hogy tudja, a legnehezebb itt az ollónak a munkája, hogy kiollozni, hogy milyen szöveghez, milyen zene legyen. És hát mondom, én jártam oda ki, és készült ez a mű, és mondom, a párt teljes dilemma elé lett állítva, hogy most mi legyen. Hát ha bemutatják ezt a művet, akkor abból forradalom is lehet, lett is egy év múlva egyébként. Na és akkor, hát volt a parlamentben egy fogadás, amire meghívták Kodályt is, és hát ott volt a Rákosi Mátyás is, itt a retteget diktatőr, egy szemöldök rándítás, és ezek mentek a halálba, ugye, mint a Velszi bárdok. És hát ugye találkoznak, oda megy Rákosi Kodály, és inkább fenyegetően, mint tréfásan, de kicsit tréfába burkolva, azt mondja, tanár úr, sok rosszat hallok én mostanában magáról, mire Kodály, én is magáról. És megkérdezte, hogy tanár úr, igaz ez? Igaz. Most hát nem félt a tanár, legfeljebb agyon ütnek. Ezért mondod, tényleg nem félt, és hát nem is lehetett, mert ő volt Magyarország. Két lábon járó Magyarország. És azt mondom, én így kerültem oda be, és ő tulajdonképpen zenepropaganda miatt hivatott oda meg, vagyis akarta, hogy én ott tanítsak, mert hát ugye a szolfést, mert az degradáló volt már azoknak a fiatal zenészeknek, akik már minden hegedűsök, cellisták már nagy zenekarokba elhelyezkedtek, és hát ugye most akkor lámi szó, tehát ez nekik nem degradált. És hát most én meg akkor lettem egy ilyen sztárszerűség, mert Szovjetunióba kiküldtek véletlenül, mert na hosszú a törő, most nem akarom bonyolítani. Lényeg az, hogy amikor a Szovjetunióban visszajöttem, akkor fehér lovon vonultam be a zene életbe, mert hát ugye ott úgy kvalifikálták, minősítették a rádióba a felvételeket, hogy
hogy a, milyen minőségű volt az illető produkció, nem azt szerint, hogy Kossuth Díjas vagy nem Kossuth Díjas, és akkor én kaptam a legmagasabb honoráriumot ezért, ami utána számára engem mint kísérőt vittek ki, azért mert a három él kísérő, ahogy ezt mondták abban az időben, az egyik Romániában volt, a másik Csehországban, a harmadik, nem tudom én holról, Lengyelországban, és hát a szovjetek, amikor jöttek Magyarországra, ilyen zenész küldöttség, akkor mindig tudtuk pontosan, mikor, milyen órában, milyen teremben, mit fognak játszani egy évre előre, de az, amikor tőlünk és a többi csatlakozóországból küldtek ilyen művész delegációt, azt csak két nappal vagy három nappal a indulás előtt tudtuk meg, hogy nehogy esetleg valami kis merényletet tervezünk Stalin ellen, és hát ez így történt, engem is itt kerestek meg, mert nem volt kísérő, amikor szerdán szóltak, hogy majd szombaton ki kell küldeni, és kísérni kell a legnagyobb helyeken, hogy Moszkvában, Leningrádban, tehát énekeseket, hangszereseket, és hát ugye ahhoz nagyon rutinosnak kellett, tehát én azért lettem rutinos, mert amikor az én szüleimet kitelepítették, rutinos kísérő, amikor a szüleimet kitelepítették az 50-es évek elején, 52-ben, akkor hát én ott maradtam, mert Kodály elintézte, hogy engem ne vigyenek el, és akkor hát ugye meg kellett valamiből élni, és a szüleimet eltartani, és addigra már elfogyott az a pénz, amit fekete zokniban raktunk el, mert amikor édesapám képviselő volt, meg a földvédési államtitkár Nagy Imrének a helyettese, itt is van egy kis emléke, van Nagy Imréhez elmentünk levizitelni a szüleimre, és akkor hát én még akkor körül voltam 12, és akkor mondta, hogy megzongoráztatott, azt mondja, ha én így tudnék zongorázni, odaadnám a miniszterségemet, hát szerencsére nem cseréltünk, mond az én szerzőt. És hát akkor, na hol tartottak? Tényleg, szóval az, hogy a kitelepítés, a szüleire kitelepítés, Kodály. Édespárban egy szót még azért, hogy ő Debrecen országgyűlési képviselőjeként szolgált az antivilágban. És mondom, földvédelmi államtitkár is volt, és aztán amikor a kisgazda volt, és ahogy a kisgazdapárt egyre balra csúszott, ő egyre jobbra került, és hát az én, a politikáról beszélve az én családom azért nagyon kellemetlen volt az egész családra nézve, abból a szempontból, hogy mindig, ha a jobb oldal volt a vezető, akkor baloldalaik voltak, a baloldalak a jobb oldalaik, szóval mindig itt kiválasztották a jó helyet, és hát ennek megfelelőleg például hát az egyik nagybátyámat láttam, hogy megbilincselve statáriális bíróság elé állították, úgyhogy úgy jött ki a Miklós bácsi, Vásári Miklós bácsi, a bírói az a döntésre, hogy ilyen lánc volt a két kezén, a lábán ilyen golyó, vasgolyó, és akkor hú, a szárdalogató dolog volt, amikor felállították, hogy megmondják az ítéletet, és hát valószínű volt, hogy ki fogják végezni. De volt egy ügyvéd, a családnak egy ügyvéd barátja, aki valahogy be tudott oda kerülni, hogy mégiscsak volt tárgyalás, mert tárgyalás nélkül akarták kivégezni. És hát így aztán csak évet volt, így ítélték. Szóval ilyen szép dolgok voltak. És hát a kitelepítés idején, hát ugye jött a teherautó szüleimél és egy hajnalba, és hát már minden össze volt pakolva, egy ilyen ládányi csomag, és jött egy rendőr dzsip, hogy itt lakik Vásári Tamás, mondtam, hogy én vagyok, szóval maga itt marad. Hát akkor ott maradtam, mint a szedett fa, mert már mindenem be volt pakolva, tulajdonképpen egy fogkefém nem volt, egy fillésem. És akkor másnap reggel elmentem Hernári Lajoshoz, a zongora tanáromhoz, hogy hát most innen hova? És akkor mondta, hogy Kodály Zoltán várja, menjen el hozzá délután. És akkor elmentem Kodályhoz, és hát vártam, hogy most itt valami, mert addigra már én megismertem őt személyesen abból a szempontból, hogy egyszer oda merészkedtem hozzá egy óra után, népzene óra után, és megkértem, hogy hallgassa meg a marosszéki táncokat, de hát gondoltam, hogy Beethovennek nem tudom eljátszani a szonátáit, de hát itt van a legnagyobb élő zeneszerző, és hát hogy most hallgassa meg a legnehezebb zongora. És akkor meghallgatott, elmentem az egy kék, hosszú kék kaftánban volt, és két zongora volt így egymásra szembe tolva, és oda mutatott az egyikre, hogy üljek le és játsza. Hát a szörnyűség volt az első pillanat, mert az tele volt a szoba
függöny, szőnyeg, rengeteg tár, mind felfogta a hangot, lebottyúkva a zongora, semmi hang nem jött ki belőle, de valahogy a Szentlélek megszállt, mert mégis ott ült velem szemben a Psalmus Hungaricus és a Tédeum és a legnagyobb Kodály művek elevenen, és akkor valahogy tényleg lejátszottam a dalon, és utána valami olyan furcsa dolog történt, hogy soha többet a szám, felállt, odajött, kezet nyújtott, és azt mondta, szervusz. Soha többet nem mondta, nem is hallottam, hogy másnak mondta. Ennyi volt az egész, de aztán leült, és megkritizált, és megmutatta, hogy hogy kell ezt csinálni. Na, de most ott tartok, hogy a kitelepítés után elmentem hozzá, és hát vártam azt, hogy valamilyen emberi módon fog fogadni, és hát most éltem át egy ilyen megrázkodtatást, és akkor azt mondta, üljön le a zongorához mutatott. És ki volt téve egy Bach duók kottája a kottatartóra, ami a bal kéznek van írva, azt játssza a jobb kézzel, ami jobb kéznek, azt játssza a ballal. Na jó, hát ott elkezdtem vércseppek így folydogálni a honlokat, és akkor utána azt mondja, na most itt van ez a dallam, leírva, látja, ez zongorázza, úgy három taktussal később kánonba kezdje el énekelni. Akkor utána fordítottját, most először énekel, és utána zongoráz a kánonba. Hát akkor már aztán kezdtem kicsit más állapotba kerülni, és azt mondja, válaszol egy Bach fúgát. Hát pehjemmel az egyik legkomplikáltabb volt az első kötetben, az ötszólamos tiszmol fúgát válaszol, akkor azt játssza A-mollba. Hát ott kijönött a szenete, és utána felállt, és kiment a szobából. Mondom, hát ez volt, ezért volt érdemes kitelepíteni a szüleimet. Na és hát vártam egy darabig, aztán nem jött vissza, hát én elindultam szép hazámból, és jön velem szembe, a küszöbnél találkozunk, és egy köteg százas, ami akkor nagyon-nagyon, ezt az induláshoz. És mostantól kezdve majd írjon naplót, mert érdekes dolog fognak történni az életében. És tényleg így, hát ez, de hát a legfantasztikusabb dolgok, például az, hogy tényleg úgy segített engem, ahogy tényleg egy igazi jó szülőnek kell, hogy amikor nem lettem volna képes, alám nyolt. Például elmentem hozzá, mert ezután az a kitelepítés jelenet után aztán rendszeresen jártam hozzá, és akkor egy alkalommal, amikor a pályázati hangversenyem, okleveles pályázati hangversenyem előtt realizáltam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert egy nagy szermék kell majd zongoráznom, és az egy angol mechanikás, és nekem egy ócska bécsi mechanikás Erwál zongorám volt. Hát ez olyan, mint egy pingpongosnak úgy kell elkészülni ahhoz, hogy gumiütővel játszom, hogy faütővel. Hát ez nem lehet. És a Kodának mindenre praktikus tanácsa volt, és a tanár nem tud valamit ajánlani, hogy valamit, mert tudom, a rádióban megengedjék, hogy én ott gyakoroljak. Vagy szóval nézzen ki egy zongorát, ami magának tetszik. Hát mondom, jó, megkérdezem Krizsán György, aki volt a hangoló akkor, hogy hát nem tud-e valami zongorát, amit esetleg a rádió megvesz, vagy valami, akkor Kodály kiadja nekik a parancsot. És azt mondja, van itt egy egész új állapotban levő Steinway zongora. Hát csak kivetyolta, hogy vajon mibe kerülhet ma egy ilyen Steinway zongora. Azt mondja, 22 ezer forint. Hát az... Hát igen. És akkor, hát jó. És akkor én, hát ez álmok álma lett volna nekem, de hát nem tudom, hogy most ezzel Kodály mit fog kezdeni, és felhívtam a telefonon, a Kressz Géza utcában, és mondom, hogy hát tanár úr mondta, hogy ha tetszik egy zongora, látok, akkor szóljak. Hát mondom, szólok, van egy fantasztikus zongora. És azt mondja, hogy ez ma tényleg tetszik magának? Igen. Szóval mibe kerül volna 22 ezer forint? Jöjjön érte a csekkért. És akkor értementem, nem volt otthon, mert nem akarta biztos, hogy én most háválkodjak. A házvezetőnő átadta a borítékot, és most nagy képviselőnek mondhatom, hogy az aláírás többet ért, mint a pénz. És akkor utána, hát én elkezdtem hazafelé támadni egy mellékutcán, pont akkor jött haza, úgyhogy belebotlottam, és akkor mondtam, hogy tanáról nem tudok, mint a... Tanulja meg az egész Bach Voltemper Interkarolyag minden hangnembe és kívülről, és négy idegen nyelvet. Ez volt az egész. És akkor ezek a nagy tanítások. És akkor más a következő nagy tanítás, amikor Török Erzsi nagy Kodály interpretátor énekesnőnk, aki egy nagy asszony volt, és nagyon szeretett, és remekül főzött nekem töltött káposztát, írt is egy szakácskönyvet egyébként.
És Kodály 7. születésnapján, hát rengeteg Kodály koncert volt Pesten, és hát Török Erzsi is adott, és én, mi közösen adtunk egy Kodály estet ebbe a bizonyos Bartók terembe, és Kodály eljött a koncert, és utána bejött a szobám, és akkor, hát én elég nehezen éltem akkor, mert mondom, már akkor ugye ő leszólt a muzsikai hangversenyrendező vállalatnak, hogy adjanak nekem munkát, amit aztán adtak is, ilyen kísérleteket, de a legalacsonyabbra, tornát kísértem, jazzet kísértem, Ritz Jokert kísértem, kiöregedett táncos komikus volt, és úgy kezdődött a közös szereplés, hogy nekem rá kellett könyökölni az zongora billentyűre, és akkor belétesek, maga meg mit lármázik itt, és de szóval így indult a karrierem, a kísérléket, de aztán nagyon rutinos kísérő lettem, és ezért küldtek ki a Szovjetunió, tehát ide kerültem vissza. És akkor mondom, bejött hozzánk a koncert után Kodály, és hát Török Erzsi mondja, hogy hát tanár úr, fogadja örökbe ezt a fiút. Mondja Kodály, nem gyerekez már, hogy örökbe kelljen fogadni. Ez az igazi tanítás. Egy jó szülőnek, hogy egy 22 000 forintos zongorát megvett, de az, hogy elkényeztesse, hogy én nekem ne kelljen küzdeni az, hogy megéljek, az már nem. És ebből minden szülő tanulhat. Én is, bár nem vagyok szülő. Hát ilyen történetek. Óriási történet. Köszönjük szépen. Dóczi Tamás kapcsán... Dóczi Tamás kapcsán egy picikét akkor nézzünk bele, mert csodálatosan telik az időnk, hogy ugye 82-ben kandidáltál, és 94-ben akadémiai doktori védésed volt, és a te felkonferálásodnál modortalanul nem mondtam azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja is vagy. Nyilván az egy egyetemet is minősít, hogy hány akadémikusa van, tehát ezáltal, hogy te először levelező tag voltál néhány évig, és utána pedig rendes taggá váltál, ezzel a Pécsi Tudományi Egyetem is ilyen módon erősödött. Mi volt az a szakterület, hogyha ezt, bocsánat, mi laikus fülünkkel befogadni képesen, el tudod mondani azok a bizonyos agyi vérzések következményei, amikre te felfigyeltél nagyon korán, már az angliai időszakban, és aztán hogyan tudtál ehhez a 82-es kandidatúrához még hozzátenni a svájci két éves munkásságod idején, vagy hogyan erősödött meg akkor a rutinod, ahogy aztán operatőrként is, hogy mondjam, jelentős szakmai tapasztalatra tettél szert? Elkérem. Köszönöm. Hát tulajdonképpen hát, pár mondatot el kell hozzá mondani. Szóval az idegrendszer, illetve az idegsebészetnek a területe rendkívül speciális, mert az agyunk az a testsúlyunknak az 1/20-a. Ugyanakkor a oxigén és a szőlőcukor felhasználása pedig körülbelül az 1/5-e a teljes teljesítményünknek. Tehát valami rendkívül nagy jelentősége van az agyi keringésnek, hiszen egy hihetetlen nagy anyagcseréjű szervről van szó, és nincs semmifajta tartalék kapacitása az agynak. Tehát, hogyha az agy vérellátása csökken, vagy megszűnik mondjuk egy 40-50 másodpercre, akkor egy perc után elvesztjük az eszméletünket. Ugye, ha a lábunk vagy a szívünk nem kap vért, az akkor még akár órákat is túl tud élni, de az agyunknál ez nem így van. Tehát hihetetlenül intenzíven működik az idegrendszerünk, és tulajdonképpen a bizonyos vérzéses kórképeknél ennek az agyi keringés változásnak a mechanizmusát vizsgáltam. Tehát igazából az úgynevezett véragygátnak a tulajdonságait vérzéses kórképekben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyunk egy annyira védett szerv, hogy a saját keringésünkön belül, tehát a saját szervezetünkön belül is
van egy védelmi rendszere. Tehát az agyi kapilláris rendszer, tehát az agyi érhálózatnak van egy olyan gát szerepe, ami még a szervezetben meglévő kicsapongásoktól is véd. És annyira jól biztosított, hogy például valakinek a vérnyomása leesik, tehát sokkos állapotba kerül, akkor az agyunk és a vesénk, de főként az agyunknak a keringése az még 20-25 percig fenntartott, annak ellenére, hogy sehol másutt már nincs keringés. Tehát egy csodálatosan szervezett ugye rendszerről van szó, és aztán még tovább komplikálja a helyzetet, hogy egyedül az idegrendszerünk van annyira védve, hogy egy csontos üregben helyezkedik el, ugye a koponyánkban, aminek adott a térfogata. És ez egy nagyon különleges helyzetet okoz, hiszen a koponyán belül lévő szövetek, akár az idegszövet, akár a vér vagy az agyvíz, azok ugye mind nagyon magas folyadéktartalmúak, amelyek összenyomhatatlanok. Tehát abban a pillanatban, ha bármilyen korfolyamat zajlik le, például egy agyvérzés, vagy egy agydaganat elkezdődni, vagy éri egy koponyatrauma, akkor igazából nincs annak hely, és nagyon megemelkedik a nyomás. Most ezzel a nagy nyomással szemben kell a szívnek biztosítani a folyamatos beáramlást. Most ennek a szabályozása egy rendkívül összetett valami. És hát ezen belül én egy pici téglákat raktam a tudásnak az épületébe. De hát ez persze ennek a súlya, ez össze nem mérhető mondjuk ahhoz a Deutsche Grammophon Gesellschaft Liszt lemezhez, amivel ugye az abszolút világhírt sikerült elérni. Ki rajta van, tehát rajta van a lemezen legendás, igen, ez a legendás szériában. Tehát ez egy kis vidéki teljesítmény, az pedig egy világhírű teljesítmény. Mert azért azt jegyezzük meg, hogy nagy lökést adott mind a két külföldi út számodra, mert a külföldre majd Tamás nálad is szeretnék kitérni, mert hogy ugye a ranglétrán is úgy mentél előre, hogy az első, tehát az angliai tartózkodásod után már adjunktus lettél, és kint pedig egy szintén majdnem véletlen, vagy csoda folytán egy főorvosi meghívást kaptál a zürichi klinikára, és ott már docensi rangban tevékenykedtél, és amikor hazaértél, akkor itthon már professzor lehettél. És ezek magától értetődő tendenciák? Hát nem, ez igazából van erre egy közmondásunk, hogy szóval mindig otthon nehezebb profétának lenni. Tehát egyszerűbb egy semleges környezetben reális értékelést kapni. Tehát igazából Szegeden rég megvolt a tudományos fokozatom, de valami miatt ott nem sikerült, illetve nem is jött elő a promoválás. És aztán igazából a Svájcban egy rendkívül jó egyetemi rendszer van, ott kicsit izolálva van az egyetemi kórház, Universitätsspital, ami a gyógyításért felel, és az egyetem az pedig az oktatásért. Tehát a kettő külön van választva. Aki minősített, az egyetemi alkalmazott, és vagy docens, ugye habilitált docens vagy professzor, az ugye az egyetem alkalmazottja, és az oktatás a fő profilja, és a gyógyításra pedig kap egy szerződést, mint egy, mit tudom, Leitenderarzt, vagy pedig Schäfarzt. Ha pedig valaki nem minősített, és úgy mondjuk főorvos, akkor kötnek vele szerződést az egyetem oktatásra, és óránként fizetik ugye az oktatási pénzét. Most amikor Zürichbe ugye az oktató személyzet mindig, soha nincs elég oktató ember, mert ugye ott kis csoport, négyes klinikai gyakorlatban vannak a hallgatók, hát nálam sajnos még mindig 20 fölött, és amikor kiderült, hogy van magyar minősítésem, akkor hát az egyetem azonnal ajánlott egy, mivel hogy hát oktassak, azonnal ajánlott egy állást. Az pedig, mivel megvolt a minősítésem, azonnal ugye kineveztek privát docensnek. Ami persze hát rendkívül előnyös volt, mert nagyon emelte a fizetést. És még ott volt egy csodálatos szituáció, hogy a te német nyelvtudásodra figyelt fel az ottani igazgató professzor, igen, is, hát, és az ajánlást pedig a korábbi angliai, igen, főnököttől kérte, hát, be telefonon egy pillanat alatt, igen, és körbejárt a világháló, és azt mondták, hogy ez a dóci, ez szenzáció. Hát nem, hát az élete szerencse kell, mindig a jó helyen kell lenni, és hát ha szerényen kell viselkedni egyébként.
Ez egy nagyon, hát ez a zürichi igazgató, aki egy török származású volt, ez tulajdonképpen megújította az idegsebészetet. Teljesen átalakította, úgyhogy a 2000-ben őt a Man of the Neurosurgeon of the Century-nek nevezték Amerikába. Tehát egy igazi nagymester volt, aki egy rabiátus, elviselhetetlen főnök volt. És amikor ott voltam nála, ott voltunk tulajdonképpen egy feleségemmel voltunk rokonságban egy kongresszuson bentbe, és akkor sikerült szereznem egy hetet ott, illetve két hetet, hogy gyakornokot nézelődhettem. És én akkor kiképzést kaptam, hogy hallgatni kell, és csak akkor igen nemmel válaszolni, ha a séf kérdez. És a műtétek előtt, amikor a altatás ment fektetés, akkor ott ő vitte a primet, beszélgettek, rengeteg amerikai meg, hát főleg amerikai vendégek voltak, meg japánok, és hát angolul, meg svájc, meg németül ment keveset ment németül a beszéd, de időnként átváltottak németre. És ha kérdezett, akkor én válaszoltam, úgy gondoltam, svájc vagyunk, hát akkor nyilván németül válaszol az ember, és ezen úgy egy idő után kiakadt, hogy hát maga egy kommunista országból jött, ez ugye 89-90, azt mondja, hol tanult meg maga németül? Magának biztos valami nagyon gazdag aparátcsikok a szülei, és akkor küldték magát Németországba tanulni. Hát mondtam, nem, hanem az történt, hogy nyaranként műtősfiú voltam in the DDR, ugye hát a NDK-ban. Szóval hol volt maga műtősfiú? Hát azt mondja, mondom, hát Halléba. Én is ott voltam gyakornok. Azt mondja, én is voltam ott műtősfiú. Azt mondja, és hol lakott maga? Hát mondom, hát ott lakom, a Waldhausban volt egy ilyen műtősfiú szállás, hát ott laktunk. Hát azt mondja, én is ott voltam. Azt mondja, magát is utálták a némes veszterek, nem álltak magával a szóba. Azt mondja, hát a külföldieket lenézték. Hát mondom, jó, hát nyilván nem előny volt külföldieket. Figyelj, üljön ide maga az első sorba. És ott is, ha kérdezett, mindig csak igen, meg köszönöm, őt válaszoltam, és ez nyilván... Ez volt a megfelelő viselkedés, és az volt az óriási szerencsém, hogy azt hiszem egy a második héten, azt hiszem egy olyan szerdai napon egy hihetetlen rabiátus valaki volt, reggel 7-kor már készen kellett lenni a vizitnek, és olyan 7-8 előtt nem lehetett hazamenni este. És nyilván, ha ügyeletes volt az ember, akkor ott kellett maradni. És az egyik főorvos fölmondott, és hirtelen ott álltak egy jelentős, ugye, hát egy nagyon fontos láncem hirtelen kiakadta, azonnal fölmondott, elment egy svájci, és akkor odafordult, azt mondja, figyeljen, maga tud angolul, németül, intelligensen vál, jöjjön ide főorvosnak. Na jó, de nem volt ilyen egyszerű, mert hát ugye először föl kellett hívni a feleségemet, hogy mit szól hozzá, hogy jövünk Svájcba. De hát azért ez nem volt akadály, mert ugye mindig patronálta ezeket az ambícióimat, de amikor másnap, ugye azt hittem már, hogy jó, hát akkor jövök. De utána jön másnap, azért pénteken, hogy hát van egy kis baj. Maga a kommunista országból jött, a dékán nem szeretné magát látni, bizonytalan fazon, nem tudni, hogy tehát ez maga egy meg... Tehát sajnos nem tudjuk alkalmazni, ha csak nincs egy jó ajánlója. És akkor hát ajánlott, honnan hozzak ajánlót, és azt mondja, hogy nincsen valaki, aki ajánlítaná magának egy ajánlót. Hát már dolgoztam Svájcba, vagy dolgoztam Londonba, hát ott végül is hát elvileg meg lehetne őket kérdezni. Szóval hol dolgozott? Hát mondom, Kinsker. Hát az nagyon jó. És ki volt a főnök? Hát mondom, a Lindsay Simon, aki utána, miután én ott voltam, a Világszövetség elnöke is lett. Hát azt mondja, hát, most kéne, azt mondja, hát hívjuk fel, jöjjön le az irodába, hívjuk fel a Lindsayt. Kiderült, hogy ismeri. Fölhívta a Simont, hát óriási szerencsém volt, pont ott volt. És azt mondta, hogy a Tom, nincs vele probléma. Föl voltam véve. Az előbb nagyon szerényen összehasonlítottad a kettőnknek a státusát, és a kettőnknek a foglalkozását. Én csak egy döntő kérdést fogok feltenni a közönség soraiból, hogy ha arról van szó, hogy hallottak egy szép koncertet, vagy valaki megmentette az életüket, akkor melyik volt a fontosabb? No, de
én nagyon szeretem a zenét. Én viszont erre meg azt mondom, hogy zene nélkül lehet élni, de minek? Vásári Tamás pályája nagymértékben külföldhöz kötődik, és ugye aztán a rendszerváltás után hazatelepültél, és akkor gyakorlatilag a rádió élére is kerültél, a rádió zenekar főzeneigazgatója, majd tiszteletbeli örökös főzeneigazgatója lettél, és beindítottad azt a fajta sorozatodat, amelynek nem volt előzménye Magyarországon, aminek gyakorlatilag csak Leonard Bernsteinhez köthető előzménye volt, tehát hogy a darabot bemutatni és mesélni róla és összefüggéseket találni. Ezt te erre az inspirációt, miközben évi több száz koncerted volt a külföldi periódusodban, és a világ legnagyobb zenekarai hívtak meg szólistának, tehát olyan lehetőségeid nyíltak meg, ami más koncertező művészeknek, magyaroknak, gyakorlatilag szinte senkinek. Ma is panaszkodnak a legnagyobb művészeink, bár vannak most is csodálatosak, akik ugye a legkeresettebb muzsikusok, például az egyik a pécsi születésű Várdai István, aki a világ legkeresettebb cselló művésze napjainkban. De ők is azt panaszkodják, hogy az impresszáriók zárt rendszerben dolgoznak, és nagyon nehéz a világ legnagyobb zenekaraihoz odajutni. Te odajutottál hozzájuk. Ott kaptad arra az elhívást, hogy egyszer majd te is vezényelj? Ott kaptad arra az elhívást, hogy egyszer tanárosan mesélj az összefüggésekről, és filozófiai magasságokat és mélységeket nyiss meg a zeneművek kapcsán? Vagy ez hogyan jött ez a népek tanítója attitűd? No, hát először is a dirigálásra való aspirációm az már 8 éves koromban megszületett, vagy már még egy kicsit előbb is, 7. És ez egyszerűen az, hogy én, amikor az első koncertet adtam 8 éves koromban, az egy Mozart zongora versenyben voltam a szólista, Debrecenben, a Debrecen zenedei igazgatója dirigált, aki mellesleg zongoraművész is volt, tehát egy ómenszerű volt a koncert, és hát ahogy én beültem ott a zenekarba próbálni, ez világos volt, hogy nekem karmesternek kell lenni. És hát ugye az első zenekar, akit dirigáltam, az bizony a philadelphiai zenekar volt, mégpedig a Sokoski volt a karmester, és a Liszt Léprelűnek lemezét, ugye, a monolemez, azt a nővére feltette, és én az édesanyám kötőtűjével a levegőbe dirigáltam, tehát így volt ez az első. És onnantól kezdve el volt döntve, hogy én nekem karmesternek kell lennem. De hát abból nem lehetett megélni, speciál, és mint ahogy elmeséltem, nekem pénzt kellett keresni, 14 éves koromtól kezdve én tartottam a családot, úgyhogy ez nem ment a kettő együtt. És akkor, tehát itt kezdődött a dirigálási vágyam. Nagyon érdekes az, ahogy a sors, vagy Isten, ahogy megfogalmazod, hogy akarják az életbe, hogy bizonyos dolgok, mert van egy ilyen mondás, hogy amit teljesen tőled függ, hogy milyen lesz az életed. Hát én ezt nem írom így alá, az is számít természetesen, hogy mit szeretnél csinálni, mit akarsz csinálni, és hogy érsz, de azért az ott valahol fent el van döntve, hogy mikor, mit lehet megcsinálni, és néha az oda rakják a sorompot, és akkor fene-fene teszik, akkor se tudod megcsinálni azt, amit szeretnél, vagy fordított. Az, hogy valamit egyáltalán nem akarsz megcsinálni, és akkor az aranytálcát, mint nálad, most elmeséltél egy-két dolgot, szereted volna megcsinálni, de hát ott volt az aranytálca, ott volt a hihetetlen véletlennek nevezett, ami nincs. Szerintem. Úgyhogy, mert szerintem az Isten és a túlvilági szellemek azok a véletleneken keresztül közölnek, hogy vagyunk. Például véletlen, hogy a kezemben nyomtad ezt a mikrofon. Fontos dolog mondasz, hogy hallják hátul is. Nem, szóval az, hogy tényleg egész életemben ezt láttam, hogy bizonyos dolgok... De kezedben kikapcsol a mikrofon, nem tudom, valami mágikus erő van benne. Egy mágikus, negatív erő, én fekete mágus vagyok ezek szerint, diós mágus. Ja. Na, szóval annyi mindent megnyitítszítem, hány óráig lehet itt maradni? A terem már csak 9 percig áll rendelkezésünkre, úgyhogy mindjárt lekerekítjük, de erre még nagyon kíváncsiak.
Na most, mit kezdve, ez az egész tőlem a zenén túli sorozat. Na ez pedig úgy történt, hogy én már ott a Londonban sok interjút adtam, televízió interjút, és aztán itt, amikor Magyarországon hazajöttem, akkor pedig volt egy interjú az Érdi Sándorral. Az első feleségem halála utáni héten kint volt a Magyar Televízió, és Érdi Sándor kijött velük, és ő megkért, hogy eljöjjön a londoni házamba, és ott csináljon el magát, de ne arra, de én most nem vagyok olyan lelki állapotban. De hát aztán persze Érdi Márta, ugye, aki T-34-es, ennek az energiájával rendelkezik, azt mondta, hogy kimegyünk, ki is jöttek, meg is csinálták ezt a fejlet. És nekem az volt az érzés, amikor hazajöttem Magyarországon, azaz a senki másnak más dolga nem volt, mint hogy ezt meghallgassa, ezt a televízió, vagy meglássa. Na, mindesetre egy nap engem, azután, hogy a zenekar meghívott, a rádiózenekar, hogy legyek a főzenekar, igazgató, Várbíró Judit megkeresett, aki Liszt-díjas szerkesztő volt a rádióban és a televízióban, illetve televízió csak, és ő azt mondta, hogy hát ő látta a Bernsteinnek, amit említettél, a sorozatát, és hogy hát tudja, hogy én dirigálok, zongorázok, és hát ilyen így beszélek is, hogy jól beszélek, csak keveset, és hogy hát én nekem is kellene egy ilyen sorozatot csinálni. És nagyon érdekes volt, mert pont amikor már a feleségem tudta, hogy haldoklik, és akkor mindenre volt időnként, minden fél év, minden koncertet lemondtam, és vele voltam, és akkor időre mindenre, és nekünk már megvoltak a Bernstein kazetták, tehát a fel, csak sosem volt idő, megnézni, hát most ott megérőszik, és mondja a feleségem, hát az érdekes, te ugyanezt tudnál megcsinálni, és hogy miért nem hívnak téged erre meg. És amikor a Várbíró Judit mondta ezt, mondom, hát ez Ildikót fent elintézze, vagy a feleségem, és akkor hát igen mondtam neki, igen ám, csak amikor felhívott egyszer, Londonban voltam otthon, egy vasárnap, azt mondja, Tamás, azt mondja, akkor csináljuk meg ezt a szériát, kezdjük el. Mondom, milyen szériát? Hát ez az, adjál egy nevet ennek, hogy beszélsz, zongorázol, dirigálsz. Hát mondom, engem az érdekel, ami a hangokon túl van, tehát akkor legyen a zenén túl címe. És, de hát mondom, nekem most abszolút nincs időm, hát itt olyan zenetudósok vannak Magyarországon, elkezdenek zenéről beszélni, hát most mit kezdek én? Hát nekem ahhoz el kell olvasni legalább egy néhány könyvet az illető zeneszerzőről, újra meghallgatni a művétet, persze tudok róla, de hát olyan szinten, ahogy itt Magyarországon ezt elvárnak, nem. Hát mondom, én nekem nincsenek üres két heteim arra, hogy itt felkészüljek, hát sajnos nem tudom megcsinálni. Hát aztán persze addig rábeszélt a végén, mégis megcsinálja, azt mondja, ide figyelj, én nem, ne olvass el semmit, ne hallgass meg semmit, ülj le, tudom, hogy írsz egy regényt, amit életregényt, amire azt mondod, hogy azt neked diktálják, az az érzésed, hogy diktálják, hogy magától, hát próbálj, hát mondom, azért más saját magamról írni, mint Beethovenről, tehát azért nincs idő, de ő azt mondja, egy sanszot adjál, ülj le ma, ha ráérsz, mert tényleg pont egy vasárnap, hogy nem volt semmi koncert, ülj le, és próbálj meg valamit írni. Na hát leültem, és mondom a Szentléleknek, hogy hát most tessék besegíteni. Tehát először is milyen témát a két zeneszerzőről kell egy este beszélni. Tehát akkor az legyen, vagy olyan két zeneszerző, nagyon hasonló hajóba eveznek, vagy nagyon különbözőek. Hát én a nagyon különbözők, akiknek a sorsa nagyon különböző. Na hát rögtön a legnagyobb ellentétet, Schubertet és Mendelssohnt választottam. Schubert az, aki par excellence boldogtalan, szerencsétlen, sikertelen zeneszerző. A Mendelssohn, akinek minden nem. Egyszerűen én még egy olyan embert nem tudok, akinek annyi minden megadatott, mint neki. Minden. És akkor valóban így elindult a széria, és akkor ez így született meg. Tehát nem az, hogy én akartam valamit, hanem ez így ki hozta a sors, hozta a rendelés onnan fentről, hogy ezt csináljam. És nagyon érdekes, mert tényleg a közönséget ez nagyon érdekli tudni, klasszikus zenét hallgatni folyamatosan, az borzasztó nehéz. A legnehezebb az összes műfaj között, mert az összes többi műfajnak van köze a mindennapi élethez. A klasszikus zenének nincs. Furcsa módon, mert hát ugye énekelünk, ugye mindennapos éneklés, ugye kellene most már megint mindennap ének. Na de ez az más klasszikus zenét, hallgatni az azért nehéz, mert két dolog kell hozzá.
az absztraktot megérteni, tehát valami totálisan absztrakt. Még akkor is a szöveg van, de teljesen mindegy, de teljesen más az, ez a két zeneszerző ugyanazt a szöveget, ugyanazt a témát megzenésített, és két teljesen különböző dolog jön kívül. Tehát az, van egy külön logikája, külön absztrakt logikája. De a festészet, de nem, hát ugyanazokat a tárgyakat, ugyan köröket és ugyanazokat az alapelemeket használod a minden nap, ennek az asztalnak, vagy ennek a pohárnak a külső. A képzőművészet, azt látod, azt rögtön belátod egy pillanat alatt. Most képzelj el, hogy egy festményt úgy mutatnak meg neked, hogy egy millimétert levetítenek, utána a második milliméter már az első millimétert nem látod, sose fogod látni a festményt. Hát most a zenének itt van, ahhoz, hogy a zene legyen tényleg, azokat a különböző hangrezgéseket valakinek össze kell vonni egy valami, ugyanúgy, mint amikor mondjuk felolvasol egy regényt, ha te nem, ott van egy, az első szót már elfelejted a másodiknál, sose jön ki a szöveg. Ez történik, én nem is értem, hogy hogy lehet, hogy emberek elmennek egy klasszikus koncertet meghallgatni, és egy szimfóniát soha nem hallottak, hogy tudják azt élvezni? Mert ha nem emlékszel a boci-boci tarkának a végén az elejére, akkor már nem lesz belőle boci-boci, se tarka, se nem tarka, érted? Szóval, tehát absztrakt egyben, és memória kell hozzá, emlékezzél rá. De ezért van az, hogy például valaki, a statisztikai készállamintatták, a Csajkoszki bémol zongora versenyt vásárolják legtöbbet az emberek. Miért? Hát ez egy olyan dal, ami rögtön belmegy a füledbe, azt mondod, hogy megveszed a lemezt. Na hát, ha már kiadtad a pénzt, akkor már nem csak ezt a dallamot hallgatod, egy kicsit tovább hallgatod. És így aztán lassan az egészet meg fogod hallgatni, és így fogod megismerni. Mert csak akkor lehet valamit megismerni, hogy sokszor hallja az ember. Én is hallok valamit először, nem tudom, hogy az milyen, azt sokszor kell hallani. Tehát a klasszikus zenét, ugye hát a balettet látod, azt mindenki táncol, az irodalmat, azokat a szavakat használod a mindennapos életben. Minden ott van, a zene, a klasszikus zene, az nincs. Az ott van alapjaiban a népzenében rövid dallamok, és azt még meg tudod jelenteni. De az egy szimfóniát, hogy értékelni tudják, az bizony idő kell, türelem kell, memória kell, és mondjuk bizonyos értelemben rá, születni kell rá, mert például én az első házasságomból való feleségem, az semmi köze nem volt a klasszikus zenéhez, és pillanatok alatt tudta értékelni. A szüleim meg soha nem tudták, az én szüleim sem. Édesapának az, hogy a Bartók vagy Bachot hallott, az teljesen egyre ment, és ugyanakkor ugye azt mondtam az első feleségem, az pillanatok alatt átvette ezt. Tehát ezért mondom, hogy tehát így jött létre, és ez a zenén túl pedig a cím, hogy engem az érdekel, ami a valamin túl van. Mert ugye, ahogy Karl Popper mondta, a nagy tudós, hogy angolul downward position, hogy minden úgy jön létre, hogy először egy megfoghatatlan gondolati világból, és aztán lesz belőle anyag. Hát ugye egy rántott át, hogy reggel, még a gondolat előtti. Az a háziasszony most elhatározza, hogy a férjének akar kedveskedni, hát akkor jó, akkor innen indulj, hát akkor reggelire mit csinálják neki? Szereti a rántottát, hát rántottát fog neki csinálni. Rántottát még sehol nincs. Még elő se vette a tojást. És a végén, és akkor így van, és akkor a végén ott van a rántottát. Tehát minden ez a pohár, te magad, van egy gondolati vagy egy gondolat előtti világban születik, és aztán valósul meg. Tehát ezért érdekel engem ez, hogy az a láthatatlan van, és a részünknek is a nagy része az láthatatlan, mert hát most nem kezdek el itt filozofálni, mert nem is filozofia, mert gyakorlat. Hát három síkon létezünk, szellemi síkon, mentális síkon és fizikai síkon. Na most ebből a szellemi, a lélek, az öreg. Akkor a másik, a fizikai, az pedig egy több milliós éves állat, ugye, vagy ember. És akkor az elme, az pedig egy néhány ezer éves, nem? Hát szóval a kultúráról beszélünk, még a Laszkói barlangnak még nincs felirat, hogy ki vagy az Altamirai barlangnak a festményeire, nincs felirat, hogy ki csinálta. Nem, ez az
az később kell, a kultúra később születik meg, és az elme, tehát ezért a férfiak erre bízzák magukat, és ezért a nők fölénybe vannak a férfiakból, mert az kettőből élnek az örökből, tehát a szellemi nagyon közvetlenebb kapcsolata van, mint nekünk, mert nekünk a gondolkozás az elvágja az útunkat tőlem, bocsánat, mert... És a fizikairól nem is beszélve, hát a nők olyan fölénybe vannak, hogy csapnak. Ugye? Hát a természettel kapcsolatban vannak havonta, meg amikor szülnek, meg minden. És nekik hát megmarad ez az elmei spekuláció, meg hát azért a tudomány, ugye azért egy óriási nagy dolog, de ahhoz képest, ami az örök, meg ahhoz képest, ami az 5 millió éves ember, tudom, Desmond Morrisnak a Naked Ape, biztos olvastad, az embert úgy veszi, mint a mesztelen majmot, ami több millió éves, és bizony az orról uralkodik, és akkor, na jó, hát akkor most hagyjuk ezt a témát. Filozofikus mélységekbe mentünk, örülünk ennek, és köszönjük. Egy záró kérdés kell, egy perc, pár kérdést föltennem, egy páros kérdést föltennem. Vásári Tamás esetében az utókornak való átörökítés az alapítványodon keresztül, ami 5 éves, és az életregényeden keresztül, valamint a felmaradt felvételeiden keresztül történik. Mit üzensz verbálisan, szavakban kifejezve egy perc alatt? Pszichológia. Ez a legfontosabb. Mert azt tudjuk, hogy hol van a szívünk, a veségünk, de hogy hol vannak a lelkünknek hol van a mechanizmusa, azt nem tudjuk. Elolvasunk egy könyvet, filozófiai könyvet, aztán egyik fülünkön, meg szemünkön be, a másikon ki, de alapjában, hogy véve, hogy itt miről van szó. És én, amikor a könyvemet elkezdtem írni, az életregényemet, akkor én csak a gyerekkoromat akartam leírni, és aztán úgy folytatódott a dolog, és... Ez kikapcsol mindig a mikrofon közben, mert megszorítod. Ja, értem. Hát vannak megszorítások az ember életében. Szóval az üzenet ez, hogy valóban én tudom, hogy az emberek elsősorban azért boldogtalanok, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Nem tudják, hogy mi hogy mitől döglik a légy, hogy úgy menjen. Hogy mitől van az, hogy valaki most boldogtalan, mert az a másik ember ilyen rossz hozzá. És közben nem is rossz hozzá, mert nem is ő róla van szó, hanem egész másra. Tehát egyszerűen nem tudják, az emberek nem tanítják azt, hogy tulajdonképpen hogy éljenek az embertársaik között. És hogy ők kicsodák. Hát ez a Gnóti Szeretőn, hogy ez az ősi mondás, hogy ismerd meg magadat. Hát Jézus Krisztus is ezt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hol van a mennyeknek országa? Bennetek. És emellett úgy nagyon elmennek még a papok is, hogy ez mit jelent? Ez valóban azt jelenti, hogy minden bennünk van. Mindannyian Isten fiai vagyunk, ugye? Tehát ez az Isten bennünk van, csak még nem embrionális formában. Ennek ki kell jönni, ennek meg kell valósulni. És hát ez idő telik. Már még visszamentem. Bocsánat, az egy perc után már régen több volt. Köszönjük szépen. Dóczi Tamás, egy percben, hát a tanításban, a tanítványokban, a megmentett életekben mit üzensz? Egy mondattal hagyj kapcsolódjak ezt. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy azért a tudomány rendkívül halad ebbe az irányba. Ha arra gondolunk, nem tudom, gondolom, nagyon sokan tanultunk filozófia történetet. Ha arra gondolunk, hogy Immanuel Kant, ugye a kanti filozófiának az a lényege, hogy a tér és az idő a priori. Tehát magyarán ez egy létező, az idő és a tér, az tulajdonképpen egy létező a priori fogalom. Most a modern idegtudomány, tulajdonképpen a 2014-es Nobel-díjasok azt fejtették meg, hogy valóban a hippokampuszunkba, tehát a rövidtávú memóriánknak a szerkezetébe eleve úgy születünk, hogy a tér és az idő sejtek, a szerkezet, ugyanaz az elv, beépítve születünk. És hát ez valószínűleg nem véletlen. Hát semmi sem. Szerintem semmi sem véletlen. Semmi sem véletlen. Hölgyeim és uraim, Vásári Tamás, Dóczi Tamás.